Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és gyorsan bele is vágnék a, a, a lecsóba. Ugye az el, előző videókban arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha mi egy nagyon jó játékosok vagyunk, és újra fel szeretnénk kerülni a bizonyos csúcsra, mert valami oknál fogva elvesztettük egy kicsit a, a, az önbizalmunkat, már, már valahogy nem jön ki úgy a skill, hogy ki kéne uh, jönnie, de újra szeretnénk ott lenni a csúcson, és, és mi szeretjük ezt a játékot, tudunk vele játszani, csak valami, valami megakadályoz benne, ugye? És az előző videóban a problémáról beszélgettünk, és a problémáról való felismerésről és a megoldásról, amit arra az adott problémára tudunk hozni, és a mostani videóban a, a fókuszról lesz ez szó, tehát szóval hogyan fókuszáljunk bizonyos dolgokra, főleg a megoldásra a problémám belül. Szóval, aki nem látta a problémás videót, az, az csekkolja le a csatornámon, és, és nézzétek meg, mert, mert, akkor kapjátok meg az igazi big picture-t. Nos, a játék, amit láthattok, Battlefield 3, nem tudom, nagyon élvezem most így a BF3-at. Ugye, ön utólag Kezdtem el játszani BF3-mal jóval miután megjelent, és, és utólag vettem meg magát a prémiumot is, és, és végre találtam ugye a szervert, ahol nem csak no kanáz megy, hanem az összes prémiumos pályát, úgyhogy elkezdtem állokolgatni a, a különböző fegyvereket, végre kielvezem a, az összes pályát. Ezen a pályán jó persze, jártam már egyszer-kétszer, de nem sokszor, és, és a többi pályán van olyan pálya, amit éppen csak akkor ismertem meg először, úgyhogy um, nagyon benne vagyok, és nagyon élvezem gyakorlatilag, itt még mindig szerelmes vagyok az M240B-be, úgyhogy, és egy, a játék maga nagyon érdekes, szerencse is volt közre játszva, de 24 killstreak lett a vége, természetesen mindig újraélesztettek valahogy, valahogy mindig úgy szerencse volt, újraélesztettek, és a végén 24-ig mentem el, van benne azért egy masszív 10 killstreak is, nem az, hogy mindig meghaltam, és újraélesztettek, de nagyon kis uh, izgalmas uh, téma, uh, illetve játékot fogtok látni, és amikor így realizálódott bennem, hogy miről szól itt már a fáma, hogy már pár killen túl vagyok, akkor már elkezdtem el egy kicsit vigyázni is uh, a dolgokra. Na, de ennyit a játékról hogy jöjjön maga a téma, fókusz, és az előviziókban beszéljük arról, hogy ismert fel a problémát, és, és, és légy te a megoldás a problémára, ami ahhoz vezet végül, hogy eljuthatsz addig a pontig, ahol uh, kiteljesedhetsz, ahol élvezheted, ahogy úgy játszhatod a játékot, ahogy te szeretnéd. A következő dolog lényege, hogy azon kívül, hogy, hogy, felismertük a problémát, azon kívül fókuszálnunk is kell, ugye? Jártatok már úgy, hogy, hogy ha bár megoldást hoztatok egy adott problémára, az a pro adott probléma mégsem oldódott meg. Ugye bárcsak olyan egyszerű lenne, hogy felismerik a problémát, a szakcsináljuk és voilà, se boldogok vagyunk, amíg meg nem halunk, és, és uh, ugye biztosan ti is oldatok vele, úgyhogy hogy, hogy, hogy uh, hoztatok a megoldás a problémára, csak nem működött vala, valami érés. És szeretnétek, hogyha működjön, és ezzel, ez, az azért nem semmi. Nos, és, és, az lenne a lényeg, hogy, hogy működjön. És ezt pedig úgy érhetjük el, ez is egy ilyen meglátás, hogyha így tetszik, és mindenki leszűri az üzenetet belőle. Ezt úgy érhetjük el, hogyha van megoldásunk az adott problémára, akkor fókuszálni kell a megoldást a problémára belüli, arra az egy dologra szól a figyelmünket irányítsuk egyetlen egy dologra, ne szétszortan mindenre. Hogy összet erre, erre tudok adni egy ilyen jó kis gyakorló példát is, hogy hogyan fókuszáljuk a figyelmünket egyetlen célra. Ez azért van, és, és a nők sem tagadhatják. Tehát azért van, mert az ember egyszerre csak egy dologra tud fókuszálni. Szóval az agyunk úgy van beállítva, nem csak pasiknak, nőknek tudnak több dologra is figyelni, de megoldás csak egy. Tehát, a kezünkkel csak egy valamit tudunk megcsinálni. Hiába tudunk több dologra figyelni, akkor is csak egy dolgot tudunk csinálni a kezünkkel. Értitek, amit mondok? Szóval, hova akarom én rá a gondolataitokat, szóval... A fókuszunkat rá kell koncentráljuk egyetlen egy dologra. A FPS shooterekben az azért ez egy kicsit trükkös kell lenni, mert óvakodnunk kell a bosszúkélek, kélektől. Ugye mik a bosszú kílektől, amikor hatszor lőnek le minket ugyanarra a helyről, és hetediknek is visszamegyünk, hogy mi már pedig megoldjuk. És mi már pedig akkor is lelőjük. Na és itt a lényeg, hogy egyrészt, hogy, hogy ismerjük fel, hogy az ott kempel és más technikát kell vele alkalmazni, de a fókusz lényege az, hogyha tudod, hogy mi a probléma, hogy tudod, hogy van rá megoldásod, de, de, az adott szituáción belül több felé kellene figyeljél, akkor is válasz ki egyetlen egy valamit, egyetlen egy problémát, és az energiáidat arra fókuszálsz. Szóval, hogyha játszod, és tudod, hogy a a pontot kell elfoglalni, vagy, vagy az A pontnál van valami, akkor a Energiáidat például arra a három emberre vagy az egy emberre fókuszált, aki a legnagyobb problémát ö, jelenti, de akkor csak is, csak azzal kell foglalkoznod, addig ameddig azt a bizonyos problémát ellen hárított szóval. Mi vagy egyszerre csak egy dolog a és, és, sok dolog fog közbejönni, Szóval te fókuszálsz egyetlen egy emberre, de közben előről, hátulról mindenhonnan kapod a sűrűbb és sűrűbb információkat, netán ugye? E, és minél újabb, mert újabb helyzeteket teremt e, magad köré ez a játék, de viszont neked akkor sem kell letérned e, arról az adott útról. Mert hogyha már letélsz, a már félig elkezdett munkából, és belekezdesz egy újba, sosem fogsz egyet sem befejezni, mert ugrálni fogsz a különböző munkák között. Szóval, értem? És, és, mivel, hogy egyszerre csak egyre tudsz fókuszálni, ilyenból hiszed azt, hogy több mindenre tudsz figyelni, de megoldást csinálni, akkor is csak egyre tudsz, mert fizikailag nem, nincs 62 kezed, hogy egy, egyszerre több felé tudjál uh, dolgozni, ugyanazzal a figyelmi szinten. De még hogyha lenne 62 kezed figyelni, akkor is csak egyre tudsz igazán és érdemes azt az egyet megcsinálni, azt az egyet uh, kivitelezni, és akkor utána ugrani a másikra, azt is végigvinni, kivitelezni. Egy nagyon jó gyakorló játék erre, hogy hogyan fókuszáljuk a figyelmünket arra az egy célra konkrétan, az, uh, az úgyis mostában ugye Unreal Tournament Alpha, nem tudom, hogy még megye vagy nem megy, uh, az új Unreal Tournament 4, az Unreal Tournament egy olyan játék, ami kaotikus, és nagyon hektikus, és összevisszaság van benne minden, nem lát az ember benne a taktikát, de miért van az, hogy egyesek mégis elsőnek jönnek ki egy olyan játékban, ami olyan szinten hektikus, hogy szinte lehetetlen, hogy elsőnek gyerek ki, hogy ez egy kicsit logikátlan, de így van. Az azért van, mert azok az embereknek taktikájuk van, Fókuszuk van, fókuszuk van arra, hogy ők elkezdenek egy célpontot lőni, hogyha még hárman lövik őt, akkor is azt az egyet lövik. Hogyha még másik négy ember lövi ugyanazt a célt, amit ől, ő lő, nem lefoglalja a másik négy embert, hogy ne öljék meg azt az egy célt, amit ő szeretett volna eredetlenül, hanem akkor is azt az egy célt lövi. És ugye az Ariel... Ariel ben például ugye százról megy le az életünk, stb. stb. Szóval, hogyha négyen lövik ugyanazt a célt, amit te, akkor nagyobb esélyed van rá arra, hogy te is fogod befejezni azt a két Szóval mindig, ez egy jó taktika, tehát érdemes elmenni Unreal tornamentezni, hogy megtanítsa azt, hogy fókuszálj arra az egyre, amit elkezdtél még akkor is, hogyha másik három téged lő éppen. Akkor is, mert nagy esélyed van rá, hogy be tud fejezni a feladatot. Szóval, hogy most felépítsük ugye a problémát a, a az egész videósorozat, ahol elért, ismert fel a problémát, hoz megoldást a problémára, hozd, hoz megoldást a problémán belüli problémára, és fókuszálj rá, ne pedig szórd a figyelmedet. Ez, ez lett volna a mai um, Videó tanulsága, remélem hasznos volt, remélem tetszett a kis gameplay, szerintem nagyon kis uh, taktikus voltam, megbújós, és így jól esett, kicsit úgy éreztem magam, hogy most ez az egyenletem van, és ezt nem adom, és nagyon-nagyon és kis jó sikerült, Ilyen kis büszke voltam magamra. Nos, uh, ennyi, ennyi lett volna ez a videó, ez, ez a fókusz, 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 tehát uh, egyszerre csak egy dologgal, mert egyszerre csak egy dologgal tudunk. Foglalkozni fizikailag. Ha bár tudunk figyelni többfelé, de foglalkozni, csak egyel tudunk akkor is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!